Ezek a légi felvételek kedden készültek Csenger határában, tonnaszámra áll a jég a fiatal almaültetvény fölötti hálóban. A megyében az elmúlt években több 10 milliárdos bevételkiesést okozott a jégeső. A helyi termelők szerint a keddi vihar évekre meghatározhatja a térség mezőgazdaságát. Ha kárunkat akarjuk nézni, a gyümölcseknek 100%-os kárt látunk, de még a hajtás növekedés is nagy károkat szenvedett, tehát nem egy évre vett vissza bennünk, hanem akár két évre, három évre ez a katasztrofális időjárás. A leghatékonyabb, de egyben legköltségesebb védekezési módszer a jégháló. Mivel ez a technológia drága, a pályázati lehetőségek pedig szűkösek, a gazdák más eszközökkel is próbálják csökkenteni a kitettségüket. Ilyen az egyelőre tudományosan még nem bizonyított hatású jégágyú is. Az a légáramlás, illetve cirkuláció, amit a robbanások keltette légörvényekkel maga fölött produkál, azzal lehet képes esetlegesen a jégesők elleni védekezésre. Tehát a jégágyú nem lő ki rakétát, nem bocsát ki vegyszert, egyszerűen robbanások keltette légörvényekkel, illetve lökéshullámokkal próbál meg operálni. Az elmúlt években a jégkárok mérséklésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kidolgozott egy talajgenerátoros jégeső elhárító rendszert, ami hasonló elven működik, mint a jégágyú. Ez a rendszer az egész országot lefedve védené meg a mezőgazdasági terményeken túl a lakosság ingó és ingatlan vagyonát is. Szabolcs megyében 72 darab van a tervek szerint, de akkor azt egy néhányal ki kell tudni, lehet, hogy ez akkor a 80 is lesz, ha védekezni akarunk a határ túloldalán. Ez egy Magyarországot 10x10 kilométeres négyzetbe gondoljuk felosztani. 5 egységből üzemelne Tolna, Baranya és Somogy megyébe üzemel közel 30 éve, egy, ahhoz még Zala megye csatlakozna, és akkor Pápa, Veszprém, Szabolcs megyébe Nyíregyháza, illetve Szentes lenne még ilyen központ. Az országos elhárító rendszer 2017 tavaszára készülhet el. Az Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás várhatóan 1,2 milliárd forintba kerül, a fenntartása pedig évente megközelítőleg 1 milliárd forint lesz.